Kisarkösség az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Fehérgyarmati járásban található. A magyar kormány bölcsődei fejlesztési program sikeres pályázatának köszönhetően bölcsődét avatta 2022. január 25-én a szatmári településen. A 24 férőhelyes bölcsőde két csoportot tesz ki. A beruházás teljes költsége 244.754.400 forint, amelyhez a magyar állam 234.044.400 forinttal járult hozzá. Tudtuk meg dr. Jembrikné Pintér Andreától, Kisar polgármester asszonyától. A belügyminisztériumnak a bölcsőde fejlesztési kiírás programjában valósult meg ez a bölcsőde. 24 férőhelyes bölcsőde, ez két csoportot tesz ki, erről szólt a pályázat, ezt pályáztuk meg, és 100%-ban sikerült a megvalósítása, amint itt láthatjuk a képeken is. Egy 21. századi nagyon modern bölcsődét sikerült elkészítenünk, ami maga az épület, maga a berendezés szerintem nagyon szép lett, és a kisgyerekek nagyon jól érzik itt magukat. A térségben ez az első bölcsőde, de különböző programoknak köszönhetően sorra fognak megnyílni a bölcsődék ebben a térségben is, mondta az átadón Langerné Viktor Katalin, a belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára kiemelve, hogy ez azért is fontos, mert míg a kisgyermek szülei dolgoznak, biztonságos helyen kell, hogy legyenek. Többféle programból is, de sorra fognak nyílni a bölcsődék ebben a térségben is. És több szempontból fontos. Egyrészt azért, mert a kisgyerekek, amik az édesanyjuk, édesapjuk dolgozik, biztonságos, jó helyen kell, hogy legyenek. Tehát nem csak az a fontos egy édesanyának, hogy valaki megőrizze a gyerekét, az kevés. Az kell, hogy tudja, hogy szinte olyan, mintha vele lenne, tehát úgy fejlesztik, úgy gondozzák, úgy foglalkoznak vele, és a környezet is ilyen. De ha nézzük a másik oldalát, a foglalkoztatást, akkor az is fontos, hogy bizony ezek az intézmények munkahelyet teremtenek, és a helyieknek fognak munkahelyet teremteni. Itt szükség van gondozónőre, gyermekgondozóra, a konyhán szükség van konyhásokra, takarítóra, és arra törekszünk, hogy a kormány is arra törekszik, hogy mindig a helyieknek legyen helyben munkahely, hiszen az tartja meg az itt élőket, a kis településen élőket. Az államtitkár helyettes asszony kiemelte, van már egy programjuk, ami működik, hiszen az elmúlt években több mint 1000 nőt és férfit tudtak bevonni a programba, akiknek ugyan végzettségük nem volt, de szociális területen kisgyermekgondozó nevelőként el tudtak helyezkedni. Van már egy programunk, ami működik, és most már több mint 1000 olyan roma és hátrányos helyzetű asszony, és egyébként férfi is bekerült a programba, akiknek végzettségük ugyan nem volt, de a szociális területen kisgyermek gondozó nevelőként vagy szociális ápolóként el tudtak helyezkedni. Ezekben az intézményekben a jelenlegi jogszabályok alapján fel lehet venni úgy dolgozókat a szociális intézményekbe, hogy az alapképzettsége ugyan nincsen meg, végzettsége van, de nem szociális, és amikor munkába áll, akkor utána be lehet iskolázni. Ezeket az embereket tulajdonképpen toboroztuk, rábeszéltük őket, hogy próbálják meg, hogy ebben az intézményben megtalálják a helyüket, és ebben a megyében 90 olyan férfi és asszony talált magának állást, szociális gondozó és ápolóként, akik előtte vagy közfoglalkoztatottak voltak, vagy munkanélküliek. És tényleg azt kell mondanom örömmel, hogy mivel ők üres álláshelyre kerültek, tehát tényleg hiányt pótoltak, ők maguk kitanulták a szakmát, bizony ott is maradtak, tehát szerződést kötöttek velük. A bölcsődék hasonlóak, tehát a bölcsődében is szükség van ápolóra, gyermekgondozóra, és arra törekszünk, most a miniszteri biztosasszonnyal, Kovácsné Bárányi Ildikóval egyeztetünk elég régóta, hogy egy olyan képzést indíthassunk, amiben a hasonló helyzetből, tehát éppen végzettség nélküli, vagy akár közfoglalkoztatottak, megszerzik a kisgyermekgondozó ápolót, és a bölcsődében el tudnak helyezkedni. Úgyhogy igazából összefügg a bölcsődeépítés nagyon sok mindennel, munkahelyteremtéssel, munkavállalással, és még a képzettség megszerzésével is. Kisar mellett Szatmárcsekében, Kölcsében, Rozsályban, Mételken, Szamosszegen, Vásárosnemény és Fehérgyarmat településeken is bölcsőde fog épülni, hangsúlyozta dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, aki hozzátette. Ez két dolgot is jelez. A magyar kormány lehetőséget ad munkába állni, akinek lehetősége van, másrészt sikeresen tudnak az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni. Nagyon örülünk annak, hogy Kisar mellett Szatmárcsekében, Kölcsében, Rozsály, Mételek,
Szamosszeg, Vásárosnamény, Fehérgyarma településeken is bölcsőde fog épülni. Azért ez két dolgot jelez. Egyrészt, hogy a magyar kormány figyel arra, hogy akinek lehetősége van munkába állni kisgyermekkel, azt tudjon. Másrészt meg azért nyilván azt is jelzi, hiszen minden egyes fejlesztést egy felmérés előz meg, azt is jelzi, hogy igenis sikeresen tudnak az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni a szülők. Harmadsorban pedig, amit államtitkár asszony mondott, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és örülök annak, hogy a mintaprogram ebben a térségben indul el, hogy nyilván egy ilyen beruházás munkahelyet is teremt, és a hátrányosabb, nehezen kezelhetőbb gyermekek mellé egyáltalán nem baj az, hogyha igyekeznek olyan helyi, szintén nehézséggel küzdő fiatal édesanyát fölvenni, dolgozni dajkaként vagy gondozóként, ahogy a bölcsiben nevezik, aki oda tud figyelni a saját településük saját gyermekére. A rendezvényt a helyi óvodások műsora zárta.